Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A csatorna a legutóbbi videó óta elérte a 15.013 feliratkozót. Ez azért tök jó, mert a 15.013 történetesen a legkisebb prímszám, ami nagyobb, mint 15.000. Na jó, kezdjük a mai témát. Lomtalanításkor egy haverom ki akar dobni egy digitális fényképezőgépet, mert hogy, ahogy mondta, az már nem jó semmire. Semmire? Tényleg? Hát én szétszedtem, és tele van értékesebbnél értékesebb, egyszer még jó lesz valamire cuccokkal. Ami nekem elsőre megtetszett, az a Vaku 183 mikrofarádos kondenzátora, ami azért elég ütős. Ütős. Értitek? Meg hát ott van benne egy rahedli apró csavar, ami mindig jó, ha van a háznál, hiszen egyszer valamihez egész biztos, hogy kelleni fog majd. Igen, így kezdődik a lomfelhalmozás. Meg kiszedtem belőle apró neodímium mágneseket, amiről szintén nem tudom még, hogy milyen kísérletben fogom felhasználni, de valamilyen módon egész biztos, hogy találok nekik szerepet, addig meg legfeljebb vonzák az apró csavarokat. Az is valami. De van még benne apró motor, tekercsek, meg egy halom egyéb bizbasz. Na és persze az a lencse, amivel ezeket a képeket készítettem. Régóta szerettem volna ugyanis szerezni egy olyan kívülről felrakható lencsét a telefonomra, amivel nagyobb felbontású képeket is tudok készíteni. Persze ilyen telefonos mikroszkópokat, meg makrólencséket az interneten is lehet rendelni, de annyira azért nem izgatott a dolog. Igaz, vannak egyéb megoldások is ilyen nagy nagyítású felvételek készítéséhez, például az, amikor a telefon fényképezőgépének lencséjére vizet cseppentenek. Igaz, ez egy kicsit macerás és nem is olyan megbízható, de ha már mindenképpen ebben az irányba szeretnénk elindulni, akkor javaslom azt a 4 éve feltöltött videómat, amiben lézeres vízcsepp mikroszkópot készítettem. Ezen kívül a neten lehet találkozni egyéb lencsés megoldásokkal is, mondjuk azzal, hogy használjuk a bejárati ajtó kukucskáló nyílásának a lencséjét, mondván, hogy az olcsó. Na most egyrészt szerintem egy ingyen kapott fényképezőgépnél az sem olcsóbb, másrészt attól tartok, hogy azoknak elég nagy a kromatikus aberrációja, már abból kiindulva, hogy még Piroska nénit is egy ilyen szivárványos aurával látom, amikor becsenget, hogy adhat-e kumisznak egy kis csontot. Nem, igazság szerint nem ehetne annyi csontot, de akkor meg az erkélyrácson keresztül etetné titokban, úgyhogy inkább udvariasan el szoktam fogadni, aztán pedig kidobom a kukába. Visszatérve, a kromatikus aberráció nem azt jelenti, hogy valaki perverz módon vonzódik a színekhez, hanem a lencsék színképezési hibája, ami abból ered, hogy a különböző hullámhosszúságú fénysugarak más-más szögben törnek rajtuk áthaladva. Szóval, házi feladat, szedjetek miszlikekbe egy fényképezőgépet. Ehhez nagy segítséget nyújthat, ha van kéznél egy csavarhúzókészlet, vagy ha kevésbé mutattok tiszteletet a fényképezőgép műszerészi szakma iránt, egy kalapács. Én mondjuk a csavarhúzót részesítem előnyben, már ha megtalálom a csavarokat, mert olykor nagyon-nagyon el tudják rejteni. Tudom, ilyenkor illene megmutatni, hogy hogyan kell szétszedni egy fényképezőgépet, de az a helyzet, hogy hamarabb szétkaptam, mint hogy eszembe jutott volna, hogy akár egy videót is forgathatnék róla, utólag pedig már nem raktam össze. Mondjuk azért, mert nem is mindig tudtam volna. Tehát szedjétek szét, ahogy sikerül, vagy ha nem, akkor küldjetek nekem egy rossz fényképezőgépet, és ígérem, hogy egy következő videóban felfedezem, hogy mi van benne lépésről lépésre. Egy kamerában több lencsét is találtok, pontosabban lencse rendszert, mert hogy amit hétköznapi értelemben lencsének hívunk, az valójában több lencséből is állhat. Nem úgy, mint annó Leeuwenhoek, ennek a holland fickónak a mikroszkópja, ami egyetlen lencséből állt, ami tulajdonképpen nem volt más, mint egy amorf üveggolyó. Mondjuk 300-szoros nagyításra is képes volt, úgyhogy ez nem rossz egy amorf üveggolyótól. Szedjétek szét őket bátran, és kísérletezzetek, hogy még lencsével, lencserendszerrel milyen hatást tudtok elérni. A szenzorhoz közel fogtok találni egy olyan apró lencsét, amivel egész jó kis mikroszkópot csinálhattok a telefonotokból, már csak arra kell rájönni, hogy hogyan rögzíthetitek a teló kamerája elé. Ezt némi agymunkával megoldhatjátok igényesen is, vagy úgy, mint én, hogy egy darab hulladék fába belefaragjátok a lencse helyét, és az egészet ízlésesen egy befőttes gumival rögzítitek a telefonhoz.
De tényleg, ha egy kicsit csiszoltok rajta, nem csak a fán, hanem úgy általában az egész rögzítésmódon, akkor egy tök jó karácsonyi ajándék is lehet belőle, tök ingyen. Figyelem, ez a videó nem azoknak készült, akik mikroszkopikus fotózásból szeretnék keresni a kenyerüket, meg tudom, hogy vannak sokkal, de sokkal jobb megoldások is, bütykölésnek viszont tökéletes. Egyébként visszakanyarodva a videó elején elhangzott számhoz, köszönöm szépen mind a 15.013 feliratkozónak, és persze azoknak is, akik nem iratkoznak fel, csak úgy nézik a Szertár videókat, de akkor már akár fel is iratkozhatnátok, nem? Ebből az apropóból egy régi adóságomat fogom teljesíteni, ugyanis a következő videó kérdezfelelek lesz. Várom a kérdéseiteket kommentben. Sziasztok! Yep.